egyelőre most még így színészként próbálom megtalálni a helyemet. És, terveiről beszél Fritz Attila, színművész. Mint mondta, mozgalmasan telnek napjai, hiszen jelenleg nem csak városunk színházában játszik több darabban, nagy erőkkel készül a zalaegerszegi Bábszínházban Isti Pisti című darabjának áprilisi bemutatójára. Mindemellett pedig a filmvásznon is kipróbálta már magát. Eddig 3 filmben kapott szerepet, legutóbb a magyar rendezésű Oscar-díjas Saul fiában. Bár azt gondolnánk, a több éves színházi múlt után könnyű feladat filmezni, Fritz Attila állítja, sokkal nehezebb. Amíg a színházban muszáj, hogy egy kicsit nagyobban játszan az ember, mert ugye 300-an nézik, addig a filmben ugye nagyon közelről, tehát nagyon közel tud néha kerülni a kamera, és emiatt sokkal kevesebb, nagyon természetesnek kell lenni, tehát, és ráadásul a Saulba, ez még ilyen, tehát hatványozottan igaz volt az, hogy még, tehát én nagyon sokat szedett le rólunk a László a próbák és a forgatás alatt is. És ez egy nagyon-nagyon jó tanulópénz volt, hogy kell úgy működni, létezni a kamera előtt, hogy közben nem csinál semmit, de közben mégis ott van minden a szemekbe általában. Elmondta, a Zalaegerszeg-Dunaújváros közötti ingázás megviseli, ugyanakkor jó érzéssel tölti el, hogy több színházban is igényt tartanak a munkájára. Úgy véli, nem tudna meglenni sem az élő, sem pedig a Bábszínház nélkül. Próbálok most így több vasat tartani a tűzbe, mert én Bábszakon végeztem a színművészetén, de előtte meg élőszínészként működtem, tehát így most a kettőt így fúzionálom, tehát hogy élőszínház is, meg Báb is, nem tudnék meglenni csak az egyikkel, pro és kontra se, tehát hogy az se lenne jó, hogyha csak Bábba foglalkozni, meg az se, hogyha csak élőszínházai, legalább így valamilyen szinten frissen tart, legalábbis az idegrendszeremet mindenféleképpen. Hozzátette, jelenleg színházi munkáira koncentrál, de bízik abban, hogy a jövőben a Saul fiához hasonló óriási filmes megtiszteltetés éri majd.